Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok. Az újaknak mondom, hogy érdemes az előző videóimat is meghallgatni. Családminták felkutatásával foglalkozom, és abban segítek a hozzám érkezőknek, hogy ki tudjanak teljesedni. Nagyon sokáig abban segítettem, hogy a karmáikat, hitrendszereiket fel tudják oldani, és most már a kiteljesedésben vagyunk, de ugye ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan anyagok, meditációk, elméleti anyagok, amik a testben lévő karmákat ne segítenék feloldani. Tehát a honlapomon nagyon sok információt megtaláltok, különböző kurzusokat, mesterkurzusokat, attól függ, hogy te hol tartasz, hol kapcsolódsz be ebbe a folyamatba, kérjél segítséget, írd meg, hogy miben vagy, mihez kér segítséget, mi az, amit kinéztél, kérjél csomagban kedvezményt. Úgy, ahogy mostanában többen jöttök, és beosztom a leveleket, amiket kértek, tehát a felvételeket megvásároltok, 5-10-15 felvételt megvásároltok, beütemezem nektek hetente, másfél-két hetente, és ez eltart októberig, novemberig, úgyhogy ez egy szuper jó transformációs folyamat, hogyha belengeded magad, persze, majd rajtad múlik, hogy mennyire mész bele, de hogy a gondolati mintáknak az átalakítása az nem rövid idő, hanem bizony abba időt, energiát kell befektetni, és ez egy folyamatos dolog az életünkben, de azért csináljuk, hogy a végén, nem a végén, de hogy egy bizonyos idő után már ne legyen szükségünk segítőre, támogatásra. Nagyon ajánlom a konzultációt, hogy a csomagot azt egyéni konzultációval kérjétek, mert amikor konzultációval kéred, akkor megláthatod, hogy mi az a tudattalan program, amiben vagy, és hogyha követed a szíved szavát, a lelkednek az ösztönzését, hogy kigyere a karmáidból, a nehézségeidből, akkor ezen az úton végig tudsz járni a fizikai síkon, és a szabad akaratodat naponta ennek a célnak, amit ott látsz. Sokszor nem könnyű, mert amit látunk célt, annak vannak veszteségei. Tehát azt, hogy elérd azt a célt, amit szeretnél, annak vannak veszteségei. És lehet, hogy pont az, hogy levág magadról az anyukádat, az apukádat, energetikai síkon, és bizony ez nem könnyű. Nagyon sokatoknak segítettem már meglátni ezt, hogy ez a kivezető út, hogy levágod magadat anyukádról, apukádról, és egy teljesen új felnőtt kapcsolódást alakítasz ki vele. Ne gondoljátok, hogy a felnőtté válás egy könnyű folyamat. Bele kell engedni magad, új elmeprogramot kell írni, és ugye ez nem megy másként, mint az, hogy megtanulsz az erények mentén lépni, és nem visszavágni, viszont megvédeni magad attól, ami nem igaz, számodra nem igaz, és így haladni kifelé a karmáidból, mindannyian úton vagyunk, és hát, ugye nem mindenki, de azért vagyunk egy páran, akik törekednek arra, hogy egyre könnyedebb legyen a személyiség, egyre rugalmasabb legyen a létezésnek az öröme. Most, amit hoztam nektek ebben a videóban, megint egy saját élmény, ugye ebben az évben nagyon sok saját élményt mesélek el nektek. Hát ez adatott meg, tehát ez kéri tőlem a lelkem, a gondviselés. Emlékeztek, hogy a 2023. december 31-i kollázsomra, a 2024-es évtervező kollázsomra például azt is felírtam, hogy történetek a női lélek varázslatos erejéről, és akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent, de aztán egyre jobban ugye rajzolódik ki, hogy arról kell beszélnem, ami bennem történt itt az út során, és hát a rálátásaimat megmutatni, hogy ti is tudjatok másként gondolkodni, más szemszögből nézni a dolgokat, persze aki akar, nyilván az hallgat, aki ezzel azonosulni tud, aki nem, az megy tovább, és ennyi. Mindenkinek az a jó, hogyha úgy figyelik meg, hogy szeretve van, ha nem tudod ezt elfogadni, és nem tudsz vele azonosulni, nem tudod a szeretetedet biztosítani, a háládat, akkor szerintem nyugodtan menjél tovább, mert mindenkinek az a jó, hogyha kölcsönösség terében van.
És hogyha pedig úgy érzed, hogy fölbosszant, de mégis maradnod kell, akkor pedig hát gyötörd csak magad lefelé az önismereti utadon, egyre mélyülő önismeretben, mert akkor valami szeretne feljönni, megszólított az, amit mondok, egészen mélyen a transzcendens énedben megszólított, és arra vár, hogy lebomlaszd a falakat. Aki már régebb óta hallgat, az pontosan tudja, hogy mit és hogyan képviselek. És aki új, az pedig tapasztalja meg. Kérem, jöjjön velem, tapasztalja meg, legyünk társai az úton egymásnak. Raktam ki könyveket, jó szívvel ajánlom, és most úgy éreztem, hogy aki megvásárolja a könyvet, annak kedvezményt adok a konzultációkból, szerintem ez is tök jó lehetőség. Nagyon ajánlom a hölgyeknek, főleg a férfiakkal kapcsolatos könyveket, de nyilván a férfiaknak meg pláne ajánlom. A férfiaknak például nagyon ajánlom a Kassai Lajost, hogy elmenjenek hozzá kapálni, kaszálni, a toj-toj WC-ből kihortani ami abban van, mert nagyon sokat, én azt gondolom, hogy a Lajosnál például nagyon sokat lehet fejlődni, szükség van a férfinak arra, hogy beavatódjon egy másik férfi által, szükség van a harcra egymás között, a veszteségek vállalására. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a férfiak ne csak a női én részükkel foglalkozzanak, abban az én kurzusaim tudnak nekik segíteni, viszont szükség van arra, hogy beavassa őket egy férfi, és ez pedig a küzdelem árán lesz, és egyszer csak túlnövi a tanítvány a mesterét, és akkor lesz az. Ez a mesternek sem könnyű pillanat egyébként, amikor a tanítvány túlnövi őt, de ugye itt kell egy olyan belátásnak lenni egy igazi mesterben, aki azt mondja annak a férfi tanítványának, hogy most már a saját utadon jársz, menjél, járjál. Csak úgyhogy ez a férfiaknál egy nagyon fontos beavató út, hogy ide el tudjanak jutni. És ez, tehát ez egy erényes férfi mellett lehet, én azt gondolom. Egy erényes férfi, ami nem könnyű keresni manapság, de célszerű. És mondjuk most nem követem a Kassai Lajost, úgyhogy most nem tudom, hogy milyen a rezgése. Néha évente egyszer egy ilyen visegrádi tornán látom, és akkor figyelem a rezgését, de egyébként már én nem követem, valahogy ez így elmaradt, tehát beépült, és aztán így tovább mentem a saját utamon. De aki még így tart, és szüksége van az erős férfi energiára, aki úgy erős, hogy nem akar bántani, mert mi nők sokszor félünk a férfitől, elítéljük, csapdába csaljuk, stb. Stb. És hogyha olyanra vágysz, hogy megtapasztald azt a férfi energiát, ami úgy erős, hogy nem akar bántani, akkor például a Lajos, én nagyon ajánlom követni, érdemes. Ugye ugyanúgy, mint ahogy szoktam mondani, itt is elindul ez a videó, akkor megy az energia, és szeretne változást elindítani benned. Hallgatod a videóid, elmész a birtokára, Kaposmérőn, én is voltam egyébként, és az is lehet, hogy még megyek. Elmész, és ott rárezegsz az ő rezgésére. És ez emel téged. Változást indít el benned a gondolkodásmódodban, megfigyelésedben. Megfigyeled például ott a birtokán, ott Kaposmérőn, nincs olyan tanítványa, aki sétál az udvaron. Tehát az mind energiában vannak, azok menetelnek, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam, de tehát nem futnak, hanem benne vannak a küldetésükben, az energiájában. És amikor látsz egy ilyen embert, aki benne van a küldetésében, az energiájában, az nem teszett osza. Az nem... Az egy... Hát ez egy férfi, meg egy nő. Tehát nő tanítványai is vannak. Jó, most nem akarom szaporítani a szót, de szerintem ez
A férfiaknak egy nagyon jó beavató út. Azt hiszem, hogy gerebézéssel kezdi a tanítást, tehát hogy gerebézni kell a tanítványainak, kapálni, szart hordani, és akkor innen indul a fölfejlődés. Én nagyon sokat tanultam tőle, és sokszor hozom be a konzultációimra is ezt a fajta gondolkodásmódot, átalakítva a saját létezésembe, és másként nyilván, de sokat tanultam tőle. Szükség van a nőknek is a férfi energiára, hogy ezt a stabil, megtartó erőt meg tudja tartani, tehát magát meg tudja tartani. Ez nagyon-nagyon fontos, ugye az apával való kapcsolat. És ugye akinek nem volt az apával jó kapcsolata, vagy nem volt jelen, tehát hogy elváltak, és nem volt ott fizikailag, vagy hiába volt ott fizikailag, de ugye nem oldotta meg a karmáit a szüleivel, és ugye mindig azon gondolkodott, hogy ki mit mondott, ki mit érez, és a múltban járt, nem oldotta föl a karmáit, akkor nem volt jelen számodra, akkor inkább csak elszívta az energiát, de nem adott. És hát emiatt ugye nem is tudtad megtapasztalni, milyen az, amikor mögötted áll apád, és akkor azt érzed, hogy mész előre az utadon, és jön szembe egy aljas ember, egy nem tudom, és így jó, ránézel, és mész tovább, és azt mondod, mit akarsz? Hát azért nem gondolod, hogy én ebbe a körbe beszállok. Hát mögöttem ott van apám, aki segít, és ez nagyon-nagyon fontos, mert megint nem tudtam, hogy miért hozom be ezeket a történeteket a gondviselésnek. Olyan tervei vannak velem, meg veled is, amiket nem kell tudni, egyszerűen csak létezni kell, és ebből kifolyólag majd szépen kialakul minden. De a történet, amit behoztam, az a WC-ről szól. Tehát itt az otthonban, ahol lakom, az otthonomban a WC-ről szól. Fura történet, ugye? De erről szól, és fogalmam sem volt, hogy miért kell ezt a Kassai Lajost, meg ezeket a férfi energiákat most idehoznom. De képzeljétek el, hogy amíg nekem nem volt jó kapcsolatom apámmal, ugye ő már nem él, de hogy olyan fizikai síkon nem volt jó, nem tudott jelen lenni ő sem. Úgy, ahogy nekem szükségem volna rá, tehát nem volt egy tartó pillér számomra, úgy, ahogy nekem jól esett volna. Nyilván ezt mindig elmondom, ezek karmikus félreértések. Tehát ugye mit jelent a karmikus félreértés? Az, hogy neki is volt problémája, meg nekem is van problémám, és hogy nem tudta megadni azt, amire szükség van, de nem lehet ezt előre gondolni, hanem tehát nem lehet csak ezt mondogatni, hanem emögött az érzéseket fel kell oldani ahhoz, hogy ezt őszintén tud már mondani, ne legyen benne düh, harag. És ugye ekkor történik meg az, hogy eljössz konzultációra, és apukád már nem előtted tornyosul, mint egy olyan hegy, amit nem tudsz kikerülni, mert dolgod van még vele, hanem a hátad mögé kerül, és akkor mint támogató energia küldi az erőt, és ettől lesz az, hogy rá se nézel olyanra, aki be akar csapni, át akar venni, stb. Stb. No, és hát ugye nagyon-nagyon érzékeny vagyok, nyilván ha nem így lenne, akkor nem tudnék rá csatlakozni mások testére, és az érzéseire, és segíteni felhozni azokat az érzéseket, amik ott vannak a testben. De hogy ugye extra érzékeny vagyok. Most az extra érzékenysége az jár, hogy tehát az érzések mentén utazok. Most, hogyha az érzések mentén utazok, akkor az érzések ilyen, nekem ilyen nagyon könnyen jönnek. Nagyon könnyen kapcsolódok hozzájuk, és beszélni is tudok róluk. Sokáig azt hittem, hogy mindenki így él. Ugye amikor neked van egy fajta identitásod, gondolkodásod, egy teljesen természetes folyamat az életedben, akkor azt hiszed, hogy más is így gondolkodik, de rá kell jönni, hogy ugye van, akinek azt kell tanulni ebben az életében, hogy jobban kapcsolódjon az érzéseihez, mert túlságosan merev, túlságosan
racionális, és ugye van a másik oldal, aki pedig nagyon könnyen kapcsolódik az érzéseihez, neki pedig a határhúzást kell tanulni. Egyszer volt egy olyan eset, amikor kb. 10 vagy 15-en felálltunk egymás mögé, és én kérdéseket tettek fel nekünk, és mindenki elment a racionális irányba, és én voltam az egyetlen, aki teljesen kitolódott az érzelmi világba, tehát hogy egyik sem volt jó, mert egyik sem hozta meg az életben a harmóniát, ugye én túlságosan az érzések mentén voltam, ő pedig túlságosan a racionalitás mentén, és de egyébként teljesen egyedül voltam, ez is egy ilyen szürreális élmény. Na, és az történt itt a WC-vel kapcsolatban, hogy a víz, ami benne van a WC-ben, a tartályban, az ugye az érzésekről szól. És amíg én nem dolgoztam meg apámmal a kapcsolatomat, és nem láttam őt egy olyan tartó pillérnek, ami engem támogat és tart, addig nekem az érzéseim nagyon elvittek, nagyon elvittek az érzéseim egy irányba, és ezt jelezte a WC. Nálam, hogy lekopogjam, ilyen elektronikai gondok szinte soha nincsenek. Tehát nincs ilyen, nem tapasztalok, hanem a WC-vel így bizonyos időközönként volt, hogy egy évente, volt, hogy két évente, vagy fél évente, mondjuk fél évnél több, inkább az egy év volt a jellemző, de hogy úgy megindult benne a víz, hogy nem lehetett elállítani. És ugye ilyenkor mindig, hát eleinte nem nagyon tudtam, de aztán később a megfigyeléseim alapján láttam, hogy ilyenkor mindig túlcsordul bennem az érzelem, és ugye a WC ezt jelezte, hogy túlcsordul a tartályon a víz, és nem lehet elállítani, úgyhogy ilyenkor mindig ilyen férfiakért kellett futkozni, hogy akkor visszerelő azonnal, és akkor tehát, hogy valaki tartson már meg, mert nem tudom viselni már ezt a sok érzést. És akkor, hát ez nagyon sokszor így volt, és egyik alkalommal, amikor már ugye megdolgoztam ezt a férfi energiát magamban, inkább így mondom, akkor az történt, hogy megint jelezett a PC, viszont most azt jelezte ebben az esetben, hogy nem akart feltölteni a tartályt. Tehát, hogy nem volt olyan nyomás, nem volt olyan áramlás, amivel feltöltötte volna a tartályt, hanem ilyen nagyon sokáig tartott, tök hosszú ideig tartott, hogy feltöltse, és akkor már pontosan tudtam, hogy ugye most átmentem a másik oldalra, abba a racionális oldalba, amikor viszont nagyon erősek a határaim, szuperul működik, viszont most meg túlhoztam a határt, és most meg nem engedek az érzéseimnek, hanem most pedig egy ilyen, hát, tehát hogy sokkal racionálisabb lettem. Ezt mindig mondom nektek, eljött a konzultációra, hogyha valaki túl empata, akkor ugye az van, hogy arra bíztatom, hogy ezt szüntesse meg. De ez hogyan? Úgy, hogy lehet, hogy átcsapsz a túloldalra, és akkor környezetnek ez egy ilyen tök fura érzés lesz, hogy eddig ilyen empata voltál, most pedig jól oda mondasz, vagy jól meghúzod a határodat, átmész a másik oldalra, de ugye ebből a kilengésből, hogy túl empata, vagy túl racionális, vagy ebből fogsz majd a cselekedetek és az események következtében, a megfigyelésed segítségével beállni középre. Úgyhogy nálam is megtörtént az, hogy akkor a WC egy idő után jelezte, hogy oké, most ugye megdolgoztad ezt az apai energiát, viszont most pedig nem engedsz az érzéseidnek, úgyhogy megint csak szerelő férfit kellett hívni. De most a szerelő férfiak között volt olyan, aki azt mondta, hogy ki kell cserélni az egész WC-t, és hogy, tehát, hogy az egész mindent ki kell cserélni. Vagyis engem teljesen ki kell cserélni. Hát úgy alakult, hogy belebonyolódott egy ilyen játszmába ez a vízszerelő, és ugye azt várta, hogy én majd könyörögjek neki, hogy akkor újra jöjjön. Hát ez nálam nem nagyon történik meg, tehát azért nem ez. Ez
vagyok, hogy könyörögjek, viszont megtanultam azt, amit most este a harmonizáló nő eseményen át fogok adni a csoporttagoknak, te is megvásárolhatod a felvételt utólag, hogy hogyan is jutottam el abba a pozícióba, amikor beálltam középre. Mit kellett ahhoz tennem? Mik azok a fizikai síkon történő lépések, hogy se ne legyen túl ömlés az érzelmekben, se pedig ne legyen ugye ez a nagyon racionális, egyáltalán nem kapcsolódás az érzésekhez. Mi az, amit kellett tennem? És úgy alakult, hogy hát egy másik vízszerelővel kapcsolódtam, aki viszont már abszolút partner volt, és azonnal jöttek is egyébként, és ő nem cserélte ki az egész WC-t, hanem volt egy cső, ami tele volt vízkővel, és ezt a vízkövet ezt kirázták belőle, megfigyeltem, hogy mi itt a menet, kirázták belőle ezt a vízkövet, és azzal, hogy kirázták, fú, hát olyan sugárban jön a víz, hogy számomra teljes mértékben meglepő, de úgy, hogy ez egy ilyen kiemelő víz. Ó, próbálom nektek elmagyarázni. Tehát, amikor egy nő beleáll a küldetésébe, benne van az erejében, a szenvedélyében, akkor ugye azt jelenti, hogy bármi történik is, olyan, mintha az érzések és az apai energia, tehát az anyai minta és az apai minta, a tartó erő az apa, az anyai női érzések, így egyszer csak kiemelnék, bármilyen helyzetben van, de egyszer csak így kiemelnék belőle. Tehát ugye addig, amíg nem volt megdolgozva az apai energia, addig egy áldozati minta volt, akkor túlcsordult az érzés. Utána meg lett dolgozva az apai energia, akkor nagyon racionális volt a helyzet, ezt is jelezte a tartály, és akkor, amikor összhangba ér ez a kettő, akkor pedig bármi történik, olyan lépést tudsz tenni, amivel kiemelkedsz. És a szerelőknek a munkája ezt hozta el, ezt a fajta áramlást a WC-ben, szerintem másképp mondani, és tudom, hogy ez így tök furán hangzik, de azt tudni kell, hogy a tárgyak jeleznek számunkra. Mert hogy ami bennünk van, az kívül is meg fog jelenni, tehát nincs mese. És tehát egy ilyen nagyon erős, zubogó víz jön most ki, amikor lehúzod, és abszolút érezhető, hogy ilyen kiemelő ez a víz. Bármi is van, nem gondolsz magadról rosszat, nem gondolsz a másikról rosszat, oké, ez van, ez a tény, rendben van, nincs probléma, nem akarok harcolni, nem akarok veszekedni, nem akarok védekezni, nem akarok semmit, ami nem a szeretetet élteti, ott van mögöttem apám ereje, ott van bennem anyám ereje, és egyszerűen csak mész az utadon, csinálod, és aki partner, és hogy hogyan jutsz ide, hogyan jutsz ebbe a pozícióba? Erről fog ez este a harmonizáló nő eseményen információ. És ehhez egyébként a Botok 10-es lapját kaptuk ehhez a videóhoz. Ugye, amint látszik, hogy baromi sok terhet cipel ez az ember. Ennek lehet két oka is, hogy ő saját maga túlságosan sokat vállal másokért, másoknak a botját is cipeli. Talán nem kellene görnyedni, talán nem kellene mások terhét cipelni, és azt is jelezheti, hogy egy újfajta kommunikációra, egy újfajta létezésre, zárójelben jegyzem meg, hogy nem hiába lett módosítva, ezek szerint látjátok a Facebook oldalam neve, ami ugye a létezés új módja, tehát hogy egy újfajta létezési módra van szükség ahhoz, hogy most, amit a gondviselés felkínál neked lehetőséget, azt beépítve ki tudja emelkedni bármilyen helyzetből. Vége annak, hogy cipeled mások helyett a terheket, belebonyolódsz mindenféle játszmákba és
helyzetekbe, eseményekbe, túl sokat válasz, túl sok lesz az érzés, vagy túl sok lesz a racionalitás, hanem azt a fajta gondolkodásmódod, amivel ki tudsz emelkedni, az lesz most ma este. Természetesen, hogyha te még nem tartasz itt, hanem szeretnél még ebben a folyamatban egy korábbi lépcsőfokon is megtapasztalni önmagad, mert úgy érzed, hogy szeretnél haladni, hogy ide érj, akkor várlak szeretettel, és az esti programra is meg tudjátok még vásárolni a lehetőséget 5000 forintért, és aztán szerintem holnaptól már valamivel drágább, de nem tudom, hogy mennyivel, 6-7-8 000 forint lesz körülbelül ez az esti meditációnak a felvétele, az eseménye. Úgyhogy erről fogok beszélni. És ha megnézitek, akkor itt a hold. A hold az mindig a női mintákat, női energiát jelzi, ugye az a érzésekkel kapcsolatos. Ahogy változik a hold, úgy változnak benned az érzések, apály, dagály, a tengerbe, óceánba, emlékezzél ezekre is, tehát hatalmas erő van abban, hogyha figyeled a holdnak a hatását önmagadra, és úgy döntesz, hogy bekapcsolod ezt a megfigyelést, hogy hogyan tudsz kiemelkedni. Se nem túlságosan érzésekben elringatózva, se nem túlságosan racionálisan, hanem kiemelkedve. No, bízom, hogy ez a rálátás is tudod segíteni. Ne, természetesen nem a WC-m a lényeg, nem a víztartály, hanem maga az a fajta gondolkodásmód, hogy minden belőlem indul ki, és mindent én teremtek magam körül. Hogyha ezt te is tudatosítod, akkor és megfigyeled, hogy miért van, akkor lehet, hogy te is tudsz változást előidézni, megfigyelni. A megfigyelésed által előbbre jutni. Kérjél hozzá segítséget. Nálam is kérhetsz, mint említettem, vannak anyagok és egyéni konzultációt mindenképp javaslom, ne cipeld a terhet, ne cipeld, emelkedj ki, gondold magadról azt, hogy csoda vagy, hogy szent vagy, hogy jó vagy, és ebből következik az, hogy másról is ezt akarod gondolni. Más nem akarja ezt gondolni. Oké, akkor nyugodtan. Megengeded neki, és tovább néz oda, ahol el vagy fogadva. Ez ennyire egyszerű. Na, jól van. Akkor jó munkát, és bízom, hogy tudod segíteni nektek ez a fajta rálátás is. Sziasztok! Hello!